Marika éppen olyan, mint egy földre szállt angyal. Hogy az angyalok szoktak-e betegek lenni, azt nem tudom, de hogy néha napján nekik is adódik problémájuk, az egészen biztos. Parácsasváron találkoztunk a gyakorló nagymamával, aki ott él, és igen büszke arra, hogy a focipályán is ma már épp oly aktív, mint a kosárlabda pályán. Mindezt egy olyan autóbaleset után, amelynek következményei sokáig befolyásolták mozgásában. Marika mindig mosolyog, hiszen ezt az egyik legfontosabb gyógyító erőnek tartja. A saját magán megtapasztalt csodát pedig mindenkivel tudatni szeretné. A történet évtizedekkel ezelőtt kezdődött, és egy egri információs napon folytatódott. Volt nekem egy balesetem, és abból maradtak vissza a bizonyos fájdalmak, meg torzulások, meg ilyesmi. És ahogy ott végighallgattam az előadást, hát úgy döntöttem, hogy én másnap bemegyek és meg is vásárolom. És képzeld el, hogy annyira jó hatással van rám ez a dolog. Több terméket is vásároltam azóta, de az olimpikre esküszöm, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy a magyarok ilyenhez hozzájutottak, hiszen a balesetem által voltak bordatöréseim. A lábam sérült, a térdem, olyannyira, hogy több mint 20 évig nem tudtam leguggolni, hanem csak úgy, hogy más ne vegye észre kapaszkodva. Igen, nagyon sok, több mint 20 éve történt, és képzeld el, hogy hát mondom, én ezt kipróbálom, meg az orrom tört össze, tehát az arcom sérült nagyon, és apró darabokra tört itt az orrom. Most képzeld el, hogy én elkezdtem szedni az olimpikot, és a negyedik napon már azt vettem észre, hogy le tudok guggolni. Hihetetlen. Mondom a férjemnek, hogy oda néz. Leguggolok, meg föl is állok. Hát ez hihetetlen. Mondom, a bordáimot nem érzem, hogy szúrna. Ugye sok törésem volt. Akkor a kezem sérült. Az is teljesen, mint akik újjászületett, úgy néztem ki. Úgy éreztem legalábbis. És akkor nézem az orromat, egy hónapig szedtem ezt az olimpikát, utána is vettem még, és képzeld el, hogy azt vettem észre, hogy összenőltek itt a porcok. Teljesen. Hogy az ördögbe, igaz, hogy hallottam az előadáson, hogy ez az olimpik team X-tel, ez olyan intelligens dolog, hogy oda megy, ahol a probléma van. Hát nekem oda ment. Emlékszel arra a gondolatra, ami elhangzott, és ami miatt úgy döntöttél, hogy magadhoz veszed a szervezetedhez ezt a terméket? Hát ott az előadáson hallottam, hogy milyen jó dolog, milyen hatással van, hogy tulajdonképpen az őssejtet ugye megszaporítja szabályszerűen, és hát nem kellett sokat gondolkozni, mert hiszen hallottam ott, hogy mi van, és olyan jó előadók adták ezt elő, hogy egyszerűen nem lehetett nem odafigyelni. És ha magamra gondolok, hogy ez nekem mennyit fog segíteni, hát én ezt már másnap megvásároltam, elmentem és megvásároltam, és azóta akkor csináltam egy 3 hónapos kúrát, akkor kihagytam 1 hónapot, utána megint megvettem, és naponta szedtem, és nem csak a betegségre, tehát ezekre a porcokra, meg ezekre a törésekre hatott, hanem a hangulatomra, a közérzetemre. Tényleg 6-6 éves vagyok, és hidd el, hogy nem érzem magam közel se annyira, mert vidám vagyok, jól érzem magam, nincs fejfájás, gyomorfájás, ilyen fájás, olyan fájás, mint ami már ilyenkor szokott jelentkezni, hogy nagyon jól vagyok. Unokáimmal, 2 fiú unokám van, és focizok például, vagy kosárlabdázunk, vagy ilyesmi. Tehát teljesen megváltoztam. Jobb lett a hangulatom. Aki keres, azt mondják, az általában talál. Jelen esetben Marika jól érzi magát, meggyógyult. Mindenkinek szeretném elordítani, hogy próbálják ki, mert én ilyen pozitívan tudok róla nyilatkozni. Hát annyira jó hatás, hogy az orromat meg kellett gondolni, hogy törüljem meg, hogy fogjam a zsebkendőt, és most nyugodtan semmi gondom vele. Hát ilyet elérni 20 év után, szóval ez nem semmi. Ez teljes elismerést érdemel mindenki, aki ezzel foglalkozik, és feltalálta, és továbbadja az embereknek. Szeretném mindenkinek elkiabálni, hogy ezt próbálja ki, akinek olyan betegsége van. De más egyéb termékekről is az a véleményem. Melyik volt? Például a lucerna kapszula. Ugye én sem mai gyerek vagyok, hát ezért kipróbáltam, mert a savasodás ugye minden emberbe előfordul, még gyerekekbe is. Én is inkább húsevő vagyok, mint zöld. Szeretem a zöldséget és a gyümölcsöt is, de inkább húsevő vagyok. És a savasodás miatt
ugye én is hallottam rádióba, itt, ott, főleg itt az infón is, hogy ugye lúgosítani kell a szervezetet. Na most én akkor ezt gyorsan kipróbáltam, és képzeld el, hogy olyan jó hatással van, hogy csoda. Pedig nem fájt a gyomrom, nem vagyok gyomorfájós, de érzem a különbséget, hogy mennyivel jobban érzem magam, ha én ezt szedem. És akkor nem hízik az ember, mondjuk még szeretnék leadni egy pár kilót, de hozzájárul szerintem, mert úgy érzem, hogy nincs olyan nagy étvágy, meg ilyesmi, nem vagyok cukorfüggő, meg édességfüggő, de például kipróbáltam azt a Stevie Wondert is, azt is szerintem egy kapszulát beveszik az ember belőle, és egész estig nem vagyok éhes például. Marika ott él, ahol a Csevice forrás ad vizet az embereknek. Ez is jó gyomorfájás ellen. Régen is mindig iszogattuk ezt a vizet, meg több faluban is van itt a környéken cseviceforrás, de kimondottan a gyomorfájásra a parácsosvári víz, a parádi víz, hivatalosan úgy hívják. Azt is ittuk állandóan, de most szerintem ez hozzájárul a közérzetemhez, amiket szedek. És még beszéltél nekem arról, hogy mennyire sokoldalúan tudod használni a családodban és ismeretségi körödben az ezüst kollóid oldatot. Olvastam róla, és nagyon jónak találtam, és a családomban is például a gyerekeknek csípés, ahogy csak egyszerű dolgot említsek, a bogarak megcsípik, vagy a tisza mellett, ha ott vagyunk, ez a nagy bőgöly, bekenem vele, befújom ilyen sprévalokba, és akkor elmúlik a fájdalom is, mert 6 perc alatt hat, és ez valós igaz, szinte hihetetlen. Ajánlom mindig a szomszédoknak is, a családtagokat teljesen ellátom vele, mindig készítek belőle, úgyhogy van frissen, és akkor azt alkalmazzuk, isszuk is, ha valami megfázás van, vagy ilyesmi, főleg ugye unokákra gondolok. Hát hála jó Istennek, hogy lekopogjam, képzeld el, hogy azóta nincs olyan, hogy mandulagyulladás, meg ilyesmi, mert azt én rendszeresen odaadom nekik a kis üvegbe, a kédeci üvegbe, és akkor már ők tudják, úgyhogy picit isznak belőle naponta, és óvoda, iskola, nem kapnak el semmit. Úgyhogy nagyon jó dolog ez is. Parácsosvár egykor egy nyugodt, jómódú kis településnek számított, de megszűnt a sokaknak munkát adó üveggyár, sok fiatal így elhagyta a környéket. Ám ha lehetőség adódik rá, Marika mindenkivel szívesen beszélget saját tapasztalatairól. A magyarok szerintem minden általában ilyenek, hogy nem nagyon mondják el a betegségüket, tabu téma még mindig, de akikről úgy tudom, azokra úgy valahogy úgy hozom, csavargatom a szót, hogy oda tudjanak rá figyelni, és egy pár embernek azért sikerült fölhívni a figyelmét rá, és megkértek, hogy ha Egerbe járok, akkor hozzam. És hoztam is, és jónak is tartják, de azt hiszem, hogy az egyhavi megállítja őket. Milyen gondolatot juttatnál el azokhoz a nézőkhöz, akik sajnos már betegek, és úgy szeretnének gyógyulni, illetve azokhoz, akik még megőrizhetik meglévő egészségüket? Hát én arra gondolok, hogy ezt szívesen elmondom országvilág előtt, hogyha beteg valaki, próbálja ki. Mert tényleg ez a kapszula olyan intelligens, ez az olimpik, hogy oda megy, ahol a betegség van. Tehát nem kell külön orvos hozzá, hanem csak beveszi reggel, és akkor az odahat. Tehát ha valakinek olyan súlyos problémája van, akár bénulásra, vagy mozgásterápiára, vagy csonttörésekre, vagy bármire, én nagyon tudom ajánlani, és szívesen átkiabálnám mindenkinek, hogy vegyétek meg, próbáljátok ki, mert az egészségeteket hozza helyre. Én megtapasztaltam ezt. A fiatalabbaknak pedig azért, hogy a stressz hatását, ugye a mai rohanó világban a fiatalok is elfáradnak. És hogyha az ősejtszám csökken, nyilvánvaló, hogy akkor az ember fáradtabb, stb. Én nagyon ajánlom, hogy a fiatalok is próbálják ki, egyszer-egyszer vegyenek egy-egy hónapra, és akkor meglátják a különbséget, hogy milyen jó. Ne vegyen az ember egy üveg sört, hanem vegyen rajta egy kapszulát magyarul, és tényleg nagyon szívesen tudom ajánlani jó szívvel mindenkinek, akár egészségmegőrzésből, akár a betegségre. Én nekem nagyon használt.